Indították. Ja, te voltál? Jó. Mint a Venice Beach-en. Ez itt komoly, ez tényleg... Nem is gondolnád, hogy ez Grúzia. Mehetünk Batumiba. Hát én most már mehetünk. Let's go, 3 órás út. Na addig is. Csácsán. Bárcsak valamiről tudnám, hogy ő szép. Bárcsak olyan valakiről tudnám, valamiről tudnám, hogy ő szép. Bárcsak olyan valamiről tudnám, hogy ő szép. Menjünk ide először. Thank you. Bye bye. Ez? Pizza. Ez jól néz ki. Van. Pizza. Hát itt ilyen egy kis kávébolt az út szélén. Leülünk valahova, kicsit reggelizünk, elszünk egy cigit, aztán megyünk tovább. Nem néz ki amúgy rosszul. Bár nem tudom, mi a szar lehet. Jó ideg van. Valami csirkés cucc. Meg valami sajt. Hát nem tudom. Furi. Remélem nem fosszat meg. Nem kezd belőle? Brutál kacsa, puri. Kicsit ki van hűve, de... Nézzük a kacsa purit. Jó. Finom volt? Ízlet? Jó kis kütyüs. Hopp! Hopp, jön egy másik kutya. De neki nincs már kaja. Láthatátok a felvételeken, kiben megyünk a kisebbnél kisebb falvakon, konkrétan
egymást érik a táblák, hogy véget ér, és kezdődik, véget ér, kezdődik. Konkrétan egymás mellett vannak, és hát ezért tudunk ilyen rohadt lassan 50-nel haladni. Ráadásul a fingom nincsen róla, hogy mekkora a sebességhatár, meg ilyenek, szóval... Ja, kicsit lassan haladunk, 2 óra lesz a 100 kilométer, de már csak egyszer odaérünk. Mögött már látjuk Batumi városát, elég könnyen felismerhető, mivel elég nagyok az épületek. Mindenféle épület van, már kíváncsi vagyok. Felülünk megint a Ferris wheelre, mert látom van ott egy... Megnézhetjük, hát ez biztonságosabb, mint az előző. Jól van. Na hát megérkeztünk. Ugye ide le tudtuk parkolni a kis kocsikát, de most már csak a parkolást kéne valahogy kitalálni, hogy azt, hogy a picsába fizessünk. Az a srác ott elől megkérdeztem, mondta, hogy nem kell fizetni, szóval jók vagyunk. Tökéletes. Bár csak Budapest is ilyen lenne. Na szóval megérkeztünk, megtaláltuk nagy nehezen, ez az N16 hotel. És hát ott leszünk a legtetején, valószínűleg, mivel ezt a teraszos lakosztályt béreltük ki tulajdonképp. Menjünk be! Hello! I have a reservation. Na, hát igen, ahogy beléptem, azt hittem, hogy csak egy ágy van, de fasza, van 2. Igazából ennyi náluk a lakosztály? Ezt hívják lakosztálynak. Nézzük, milyen a fürdő. Hát, ilyen alapfürdő. Legalább van kis hűtő, víz. De a terasz az legalább full. A terasz az brutál. Mondjuk a kilátás elég vegyes. Vegyes vágott a nyomornegyedre. De azért látszik a tenger, látszanak a hegyek. Hotelek, kaszinók. Minden, ami kell. Még egy kis hintágy is van itt. Szóval, most lejöttünk a hotelból, és megkeressük a tengert. Szeretnénk már látni, kisütött a nap. Hát belemenni ugye nem fogunk, meg hát nincs is fürdőruhánk, de azért megnézzük, megszúrjuk, milyen. Aztán ja, aztán eszünk valami finomságot. De hogy őszinték legyünk, amúgy ezekből a grúz cuccokból már kicsit kezd elegünk lenni. Nem igazán találtunk még olyat, ami ízletes lenne. Ez a kacsapuri elmegy, ez a sajta, vagy ilyen túrószerű sajta, a töltött kis lepény, az elmegy. Meg a kebab, vagy valami hús, de nem olyan jó. Meg elég nehéz úgy választani az étlapról, hogy fogalmat sincs, hogy mi az a, mint tudom én,
adhalaja, nafaja. Mert nekünk fogalmunk sincs, plusz no internet. Szóval, ja. Egyébként ez a hely, én nem is tudom, mire hasonlít nekem leginkább. Neked eszedbe jut erről erről valami? Ez valamilyen... Mint valami dél-olasz. Vagy spanyol. Vagy spanyol. Mint valami spanyol, ilyen turista város. Ja, ilyen kis mediterrán. Ja. Üdülőhelység. Ja, egyébként üdülőhely. Egyébként ez egy pár évtizeddel ezelőtt, még a szovjet időkben egy nagy kikötőváros volt. Nagy... tulajdonképpen... most azt hiszem ércet szállítottak innen. Innen mentek a vonatok. Igazából egy ilyen termelő, ipari kis városka volt. Aztán ez lett belőle, nézzétek! Magasabbnál magasabb, különlegesebbnél különlegesebb épületek. Azért ott! Ott azért nem mondom, hogy nem laknék. Egy-két képecske családnak. Ott, amit láttok, körbe megy körülötte egy ilyen csavarba az összes betűje a grúz ABC-nek. Hiszem 40 darab betűjük van. De hogy az ott mi lehet? Mint egy ilyen vidám parkban, mint hogyha az így forogna, tudna forogni, úgy tűnik. Eskü olyan érzés, mint hogyha valami trópusi helyen lennénk. Nagyon gyönyörűek azok a hegyek, pálmafák, bambusz. Eszméletlen. Gyönyörűen lobog a zászló. A grúz zászló. Eddig hibátlan. Furcsa betűk. Kicsit furik. Bamboo. Ó, és még a bicikli utat is megcsinálták. Mint a Venice Beach-en. Ez itt komoly, ez tényleg a Venice Beach. Menjünk erre! Menjünk erre! Na, és még mi van itt? Hát a Baywatchból itt van a kis bódé. Már csak Pamela Anderson hiányzik. Hol fut? Hol? Nem látok itt sehol. Lehet, hogy bele kell fulladni a tenger, hogy megjelenik. Belefulladsz? Megment. Most no. Please. Hideg. Tehát piros ruhás Pamela Anderson itt megjelenne. Bro. Pacek a kis tenger. Pacek óriás tenger. Hölgyeim és uraim, hogyha unjátok már a horvát, görög, olasz tengerpartokat, nyugodt szívvel ajánlom ezt a helyet. Batumi, jegyezzétek meg. Figyeljetek. 30 000 forintból el lehet ide jutni. Repülővel. 3 órás az út. Gyönyörű hely. Egzotikus. Nyáron ez biztos, hogy brutális a jó desztináció. Biztos, hogy tele van. Biztos, hogy tele van. Olcsó. Meg azért más kultúra. Most lemész mindig minden évben a horvát tengerpartra. Az egy idő után unalmas. Mindig ugyanoda. Meg is érkeztünk.
egy ilyen kis mólóra. Szia kutyus! Gyönyörű épületek, gyönyörű növényzet továbbra is. Egyébként, hogy miért hívják a Fekete-tengert Fekete-tengernek? Azért, mert él egyfajta különleges alga a vizében, amitől egész sötét lesz a színe. És ezért nevezték el Fekete-tengernek. Egy kis pízt megérdemelt. Együnk már egy jó fagyit, együnk, ha már itt van. Hello, can I have two premium ice cream? Jól esik ezen a meleg napon. Elég jó, hogy úgymond 2-3 hét és december, karácsony hónapja, és mi még itt még mindig képes vagy fagyit enni, és megsülni egy vékonyka pulcsiba. Most nem tudom, hogy ez a hely amúgy alapból is ilyen lenne, vagy a globális felmelegedés. Real? Szerinted a globális felmelegedés? Ja, szerintem való. Még egy óriási épület, meg még egy, hát ez Clock Tower. Egy óra, hát nem tudom mi az, valami. Na de keressünk valamit zabálni, mert már iszonyatosan éhesek vagyunk. Egész nap nem ettünk, csak valami kacsapurit reggeliztünk. Szóval most már igazán kéne valami, már lassan 4 óra. Kicsit a parttól eljöttünk, és ugye a parton totálisan Venice Beach feelinge volt az embernek, de itt meg Central Park. Kiemelkednek a felhőkarcolók, gyönyörű zöld terület, és egy brutálisan jó kis tó. Megyünk egy ilyennel, ezt találtuk ki. How much for? 50 lari for half an hour. 50 lari? Yes. And is there less time for less money? Half an hour, it's less. Time. Is the least? Yes. Okay. Ez valami hattyú vízi bicikli. Fasza lesz. Nem buzis. Ez van buzis. Vagy a kormány. Legalább te tudsz. Nem úgy, mint a kormányunk. Jó nagy buildingek, jó nagy épületek. Mindenhol. Gyerünk, kormányozz a ladikunk. Hajós mester. Na hát, azt beszéltük, hogy hát mennyi volt ez, vagy hát úgy 5000 forint kb. 50 lari. 6500. Na mindegy. Úgyis visszanyerjük majd a kaszin sokszorosát, szóval. Mert igen, egyébként ez egy elég híres kasziváros, kaszinóváros. Ne szerencsejátékozzatok, gyerekek. De hogyha egyszer itt vagytok, ez és Las Vegas, ez egy kivétel, ott lehet.
Ott muszáj is, egy ilyen helyen vagytok. Nem online kaszinó, meg ilyenek. Az a gyengéknek való. De... Kiraboljuk. De most itt kiraboljuk a kaszit. Nagyon durván. Előtte itt pedálozunk még, mint a hülyék, de... Nem baj. Néha pedálozni is kell, mint a hülye. Egyébként ez a hely, ez felüdülés. Kutaisihoz képest teljesen más vibe-ja van. Tényleg, mint hogyha valahol Nyugat-Európában lennénk. Kutaisi meg inkább ilyen nagyon extrém balkáni. Tényleg, másfél napot töltöttünk ott, de hát nagyon már nem igazán tudtunk mit csinálni. Inkább ágy plusz teló. Miért? Pezsegít a víz ennyire? Mindjárt ki akar onnan jönni valami? Ha? Szerinted? Hát valami ember. Búvár? Búvár. Kiszúrja, léket kapunk, azt elviszi az utcainkat. Ja, de hát nézzük, ahogy tuti valaki ott búvárkodik, azt jól mindjárt kirabol. Hát jobbra. De amúgy ez az építészet itt, hát van egy hangulata, az biztos. A már előbb említett balkáni megoldások. Hello, can we sit? So, for the drinks, we would like to have two Herzog Lager. What? Two. Is it like... how big is it? No photo. Okay. Okay? Two. Okay. So it's coming with a side dish as well? No, speaking dish. So, meat? Salad, potato. Side. Okay. Hát igen, ahogy látjuk, meg ahogy tapasztaltuk eddig is, hát nem igazán beszélnek ugye angolul, ez a szegény lány se beszélt angolul, nem értette, hogy mi az a köret, szóval nem igazán tudtam megkérdezni, hogy van egy köret a húshoz, de gondolom igen, ami képet mutatott az alapján, az meg van. De jó. Hát igen, nem szabad elkövetni ezt a hibát, hogy úgy jöttök el egy idegen országba, főleg ami ennyire a világ másik végén van, hogy legalább egy pár kifejezést meg nem tanultok. Hát legalább csak így a tisztelet jeléül. Egészségedre. Egészségedre. Jön a kaja. Okay. Nézzétek, ez kérem szépen jól néz ki. Talán eddigi legjobban kinéző kajánk itt Grúziába, de nézzük, hogy milyen is az ízvilág. Na. Nagyon jó. Valami ilyesmit akartam enni. Egész eddig. De valahogy ilyen bénzsa kaják voltak mindenhol. Ilyen, ez a fehér hagyma, az új hagyma, sima hagyma. Ez a krumpli, szerintem ez a mexikói krumpli, amit nekik hívják. Meg bárány. Ilyen bárány husik. Belaktam. Szóval, ja.
Mi még itt szerintem elfogyasztgatjuk ezt a kis sört, aztán megindulok a kaszinóba. Jó estét, srácok! Itt láthatjátok a focizó gyermekeket. Nagyon szép focilabdájuk van. Futballoznak. De ami ennél is fontosabb, hogy megyünk kaszinozni. Ami nem teljesen igaz, hogy most megyünk először, mert a vacsoránk óta már mentünk kaszinozni, és nyertünk körülbelül egy 100 eurót. 35 ezer forintot nyertünk. Kb. 5 perc alatt történt, úgyhogy arról nincs felvétel, de... De ez így volt, higgyétek el. Hát most azt menjünk eljátszani a maradékot, amit nyertünk. Szóval... igen. Ja, és ugye mellé még ugye adtak két sört is ingyen, szóval... Szóval itt ugye így kell kaszinozni. De most megyünk, kifosztjuk az összes kaszinót itt Batumiba. Az összeset reméljük nem vernek halálra. Mert hallottunk már ilyen rémtörténeteket, hogy... Tudod, megnyered a slotot, aztán mentőbe visznek el. Kimész hátul, kiviszed a cash-t, agyonvernek, azt visszaveszik. Na hát reméljük nem járunk így, mert azért mégiscsak... Tényleg, hát hol vagyunk? Hát nagyon nyilván... messze Európától, akármennyi is Európának akarják hívni magukat. Nyilván a max win az elég ritka, de próbálunk szakítani nagyobbat. De figyelj, mi is ritkán vagyunk itt. Elnézést kérek, uraim! Köszönjük! Értenek magyarul, errefele is. Ez a magyar nyelv, ez annyira sűrűn beszélt, hogy ezt még itt is értik. Hát, mindenhol. Magyarul. Egyébként legutóbb, egyrészt azért is nem lettek felvételek, mert... nagyon szépen köszönjük. Azért is nem lettek felvételek, mert elvették a kamerát. Be kellett raknom egy szekrénybe. Egy szépbe. Hát egy ilyen szépszerű szekrénybe kulcssal. Most azt tervezem, hogy igazából becsempészem ezt a kamerát, ezt a GoPro-t, elég kicsit berakom zsebre, és néha előveszem. Amúgy itt vagyunk megint ennél a brutál nagy épületnél, és ide megyünk kaszizni. Ki is van írva, hogy kaszinó. Itt van egyébként a kaszinók nagy királya. Jó, magam. Aki ismeri az összes slot gépet. Hát az a helyzet, hogy élő kaszinó, az kevesebb szerütöttem még eddig, mint az online, de online nagyon jó játékok vannak, és ahol most voltunk az előző kaszinóban, annyira nem voltak jó játékok, se hát semmi speckó, de majd itt hátha lesz valami komolyabb gépezet, amit lehet pofozgatni. Azt pofozgatjuk is. Leadja ezt is, azt is, amazt is. Aztán majd látjuk. De most lehet elrakom a kamerát, kicsit megpróbálom elrejteni, aztán majd bentről jelentkezünk, ha tudunk. Na pusz! Sikerült azt eljátszanunk, amit nyertünk. Legalább csak azt.
sikerült kikesautolnunk azt, amit amit alapból feltettünk, és amiből nyertünk még 100 eurót. Hát most inkább eszünk ebből a pénzből, aztán majd meglátjuk, mi lesz ennek a vége. Juhú! Hello. 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 Can we have two of this? Two? Two? Take out? No, here. Here, okay. With the car, with the Coke and the French fries. Okay. Thank you. Egybe kell lenni amúgy. Rájöttem. Napok déle. Jaj. Én mindig csukok az erőstől. Szóval az erős. Jaj. Búj a csukoltat. Te jó istam. Ez a paprika, ez nem nem gyerekjáték. Spicy. I always have this. Always. Spicy. Hallod? Nekem annyira ízlett, és annyira tele lettem, ezt szeretném. Nem tudom, hogy ízlelhetett ennyire. Jó. Shawarma, de nem.